Az egész világ támogatja Ukrajnát a háború idején, Kárpátalja pedig ennek a támogatásnak az egyik elusztó központja. A napokban a megyébe érkezett a franciaországi ukrán közösség humanitárius segészállítmánya. Köszönöm a munkácsi városi tanács képviselőjének, Alexander Jacskanicsnak és a Druzsba civil egyesületnek, akik jó munkát végeztek a Szennazár várossal való kommunikáció terén, ahol a helyi lakosok Ukrajnának akartok segíteni. Ennek köszönhetően kaptunk két kisbusznyi és egy teherautónyi segélyszállítmányt. Összesen 9 tonna rakomány érkezett, gyógyszerek, matracok, ruhák, élelmiszerek, higiéniai termékek formájában. A katonaság is segítséget kap, különös tekintettel a súlyos sérültek felépülésének elősegítésére. Szimbolikus, hogy a segély a varrottas ing a Visiván kanapján érkezett meg. A Viktor Mikitával és a megyei közigazgatással való szoros együttműködésnek köszönhetően sikerült ezt megvalósítani. Rá Ráadásul ezen a fontos ünnepen a Visiván kanapján. Úgy gondolom, hogy Ukrajnában oda kerül, ahol a lakosságnak a legnagyobb szüksége van rá. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a Druzsba Egyesületnek, amely Franciaországban működik, és az oda költözött ukrán állampolgárokat tömöríti, ők gyűjtötték össze ezt a segélyszállítmányt az együttműködés a drusba egyesülettel folytatódik képviselői az internet segítségével időben nyomon tudják követni a rakomány útját és kommunikálni tudtak a karpátjai partnerekkel